Egyik oldalról tehát ártatlannak sebezhetőnek tűnik, a másik oldalon azonban Alita az egyik legképzettebb harcos, aki a kezdetektől fogva tulajdonképpen legyőzhetetlen ebben a filmben. Érdekes módon az agya az, ami ember, az elme az, ami ember ebben a robot testben. A programozás teszi lehetővé azt, hogy természet feletti képességekkel rendelkezzen. Csak hogy mennyire programoznak minket, és a valóság megegyezik azzal, amit láthatunk ezekben a filmekben. Itt van egy rövid videó, ez a The Sun weboldaláról, ahol egy szex robotot mutatnak be számunkra, illetve annak az első kicsomagolását tulajdonképpen ebben a rövid videóban. Ez itt arcanon.hu. Én szeretném megmutatni, hogy mit is jelent a lázadás. Az a tény, hogy valamely csoport föllázad, Valamely rendszerint nagyobb csoportnak sok embernek erőszakos, többnyire fegyveres, támadása, hivatott vezetői, fejebb valói, illetve a hatalom törvényes képviselői ellen. A lázadó szinte minden esetben szimpatikus, és ő a főhőse ezeknek a történeteknek nem véletlenül, hiszen ő az, aki a világot uralja. Ő az, aki a szórakoztatóiparon keresztül maga mögé állítja az egész emberiséget ebben a lázadásban. A proféta Jesiáhu vagy Ézsaiás így ír a 14-es fejezetben. Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia. Ez a kifejezés fényes csillag, hajnal fia, ez Helel ben Shachar. Heilel úgy, mint ragyogó, fényes vagy szikrázó. Dicséretre méltó vagy magasztalt. Levágattál a földre, aki népeken tapostál. Ez a karakter, akiről szó van, ez nem más, mint akit a világ úgy ismer Lucifer.